Még három meccse van idén a Győri Eto FC-nek, szombaton az Újpest ellen bajnoki, majd az azt követő héten Miskolcon és Győrben is a Diósgyőr ellen Magyar Kupa mérkőzésen lépnek pályára a zöldfehérek. Az Eto éppen a borsodiak ellen szenvedte el idei első vereségét, azóta nem sikerült idegenben pontot szerezni. Most hétvégén mindenképpen az a cél, hogy újra három pontot szerezzen az együttes, és Csertő Euré sem titkolta, hogy lesz változás a kezdő csapatban. Ketten sérülés miatt minden bizonnyal kihagyják majd a találkozót, Vladimir Georgievics és Gyíparana kiesése miatt pedig változni fog mind a védelem, mind pedig a középpálya. Előbbi pótlására több variáció is lehet, hiszen ha vissza tud térni Fehér Zoltán, akkor ő lesz Stanisic mellett a másik belső védő. Ha viszont nem tudja még vállalni a játékot, akkor minden bizonnyal Szabó Otto húzódik beljebb egy poszttal, és Völgyi Dániel visszatér a hátvéd sorba. A brazil középpályást Kis Máté vagy Tokodi Tibor pótolhatja, hiszen Trajkovic eltiltása lejárt, így ő újra visszatér a kezdőcsapatba. Cserti Aurél akár még a csatársorban is változtathat. Elképzelhető ugyanis, hogy Koltai ismét kezdő lesz, és Dudással és Akjupérával együtt rohamozzák majd az újpesti kaput. A válogatott játékos sérülése ugyanis már a múlté. Ha az edzői stáb emellett a megoldás mellett dönt, akkor Marco Dinyár szorulhat a cserepadra, Alexidze, Babic, Windecker, Molnár és a már említett posztok két kimaradója mellé.